Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Kapcsolatban élni egymással, önmagunkkal és Istennel című műsorunkat látják. Itt ülünk a stúdióban a megszokott kedves vendégünkkel, Uzsaliné dr. Pécsi Ritával. A mai címünk az nagyon-nagyon jól hangzik, nekem egy nagyon újszerű, ez a megközelítése a döntésnek a átgondolásáról. Tehát a döntésképességnek a nevelhetőségéről fogunk ma beszélni. Talán kezdjük ott, hogy mi is a döntés. Akkor én találtam valamit jó, a neten. Jó, nézzük meg, mit írnak a döntésről. Igen. Köszönöm. A döntést meghatározó adottságok, szerzetismeretek, jártasságok, készségek és tapasztalatok összessége. Igazából itt nagyon sok újdonságot mond nekem. Eleve, talán onnan kezdjük, hogy döntéshozó képesség. Igen, ez a legfontosabb ebben az egész témában, és ezért is azt hiszem, hogy manapság ez egy nagyon, hát valóban újdonság, hogy előkerül ez, hogy kell nevelni, de hogy lehet nevelni. Ez azért nem volt ilyen nagyon fontos talán egy korábbi generáció számára, vagy egy korábbi kultúrában. Inkább az engedelmesség volt a központi erény. Ugyanis ott azt lehet mondani, egy homogénebb értékfelfogás uralta a közösségeket, vagy legalábbis a nagyobb közösségeket. Magyarul ez annyit jelent, hogy ha valakit engedelmességre neveltek, akkor azért el tudott igazodni a saját életében viszonylag jól, tehát hogy ugyanarra bólogattak otthon, mint az utcán, egy kicsit az iskolában, a templomba, valahol nagyjából. Egy picit talán a régebbiek, a nagyanyáim így azt van. Mondták, hogy paraszti észjárás? Igen. Csak hogy ott, hogy főleg az, hogy ennek az értékszemlélete hol volt, az észjárás még úgy rendben van, de hogy ebben mi fér bele? Uh-huh. Tehát, hogy most kicsit durván fogalmazva, hogyha a gyerek mondjuk eleresztett egy szabadszájú megjegyzést a falu utcáján, hát arra a szomszéd bácsi is rászólt. Tehát, hogyha nem tudom én, valaki, megint kicsit durvább a példa, rendszeresen csalta a házastársát, akkor az nem volt egy becsben tartott személy. Tehát azért azt úgy... És tulajdonképpen ezek az értékek, hogy úgy mondjam, nagy pluralizmusban összekeveredtek, feloldódtak, minden lehetséges, stb. Tehát egy ilyen lazább környezet keletkezett. Tehát, hogyha a gyermekünk nem is kell kilépni a szobából, hát elég, ha bekapcsolja az internetet valóban, és egy olyan kuszasággal találkozik, egy olyan iránytű vesztés történt, hogy igazából ez azt hívja elő, hogy most nagyon fontos lenne egy belső döntésképességet kinevelni, mert különben sodródik, de az is baj, hogy ma jobbra, utána balra, és utána teljesen elveszíti a belső szilárdságát. Tehát nagyon fontossá vált, vagy én úgy gondolom, a nevelési szempontból, hogy a legfontosabbá vált a döntésképesség nevelése. De már is nagyon jó dolog az, hogy ezt mondhatjuk, hogy ez nevelés kérdése, tehát tényleg képesség, szép volt ez a meghatározás, ott az elején mondott valami adottságot, pár százalék az adottság igazából. Uh-huh. És utána mindaz, amit felsorolt, tapasztalatok, jártasság. Igen, szerzett ismeretek. Ezeket mind lehet szerezni. Na de hogyan? És ez a kérdés, hogy hogyan? És ez az a bizonyos képesség, mert ugye ide nagyon sok minden kell a motiváltság, a nyíltság, a belső szilárdság, hogy utána akkor ki tudjak tartani, kitartás például. Itt most már sokat beszéltünk az érzelmi intelligenciáról, de ezek mind érzelmi intelligencia készségek. Ami mit jelent? Ugye sokszor hangsúlyoztuk is, ami nem csak megértéssel, tehát még az ismeretek nem lesz elég, nem csak megértéssel fejlődik, illetve megértéssel nem is, hanem csak élmény, tapasztalat és azonosulás. Érzelmi azonosulás. Tehát ebből nagyon sokféle tapasztalat kell, belső világomat érzelmileg is átjáró helyzet, ami azt lehet mondani, hogy egy hosszú folyamat során egy döntésképes felnőttet eredményez. Most kicsit kinézünk, ez egy betegség, egy hiánybetegség lett a korunkban. Rendkívül sok döntésképtelen ember, felnőtt ember él, akinek megvan a munkája, úgy néz ki, mintha, de abban a pillanatban, hogyha egy tényleg komoly belső döntésre volna szükség, hát bizony igazából tanácstalan,
és talajvesztett, és egyszer ez, egyszer az, és ő nem tud kitartani. Tömegbetegségnek hívott? Abszolút, vagy más abszolút. Is? Uh-huh. Tömegbetegség, hiányjelenség, tömeghiányjelenség, tehát egyszerűen látjuk azt, hogy nagyon sok szülő például döntésképtelen. Na most ebben a helyzetben mit fog továbbadni? Igen. Tehát nagyon nehéz ez. És érdemes is egy kicsit mindjárt megnézünk azt, hogy ez miért hiányzik. Technikákat tanítunk. Tehát nagyon érdekes, hogy felnőtt, vannak tréningek, ilyen, olyan, hogy akkor hogyan mérlegeljünk, hogy akkor súlyozzuk azokat a befolyásoló tényezőket, nem tudom micsoda, és akkor hogyan döntsük el, hogy ez a jó, vagy ez a jó. De az a baj, hogy valami nincs meg, tehát nem a technikákon fog múlni, mert lehet, hogy már tudjuk is, hogy ezt kellene döntenem, és mégse döntöm azt. Miért nem döntöm azt? És itt nagyon... nagyon fontosak azok a talán a ilyen felszín alatti belső mozgásoknak a megerősítése és szokássá tétele, akár gyerekkortól kezdve, de nem kell elkeseredni, valaki úgy érzi, hogy a felnőtt korára is még valamit gyakorolni, mert akkor is lehet. De akkor is ezeket a felszín alattiakat, és azt gondolom, hogy például a mai beszélgetésben majdnem, hogy csak szorítkozunk arra, hogy mik ezek a felszín alatti gyökerek, azért, ez egy olyan kicsi példával, hogyha megmutatom, hogyha valakit meg akarok tanítani arra, hogy milyen jó magasugró legyen, akkor persze tudjuk ezt az ollózó mozgást, meg a nem tudom én, talán még az elrugaszkodást, a valamit. Na de ha járni se tud, ha futni se tud, ha sprintelni nem tud, akkor nem jut el odáig, hogy ott elrugaszkodjon és ollózó mozgást végezzen. És amikor az ollózó mozgást már végezzük, az már a döntés. Tehát ott vannak a technikák, hogy hogyan tudom ezt, na de odáig el kell jutni. Hmm. És ezek azok a belső kis rugók. És ezeket szokássá kell ráadásul alakítani, hogy ez sokszor megtörténjen belőle, észre se vegyem. Tehát olyan, amikor járok, vagy futok. Ezért ez felnőtt korban nehezebb. Sokkal nehezebb. Uh-huh. Mindent nehezebb felnőtt korban megtanulni. Tehát azt látjuk azt, hogy ezért nagyon fontos a nevelés, de nem lehetetlen. Tehát, de akkor ugyanezeket a tapasztalatokat kell. És most, hogyha egy kicsit majd megnézzük, van egy ilyen kis lépcsője ennek a döntésképességnek, ez a bizonyos inger, észlelés, értékelés, és utána a reakció. És hogyha ezt megnézzük, ez egy belső lépcső, amíg oda elkerülünk a döntéshez, mert csak a reakció végén látjuk azt, hogy valaki döntött. Uh-huh. És hogyha most például látjuk azt, akár a felnőtt gyerekünknél is, vagy a kisgyerekünknél, vagy magunknál, hogy jaj, hát döntsél már valamit, hát már csinálj, már döntsd el már végre, csak valamit döntsél el. És akkor mondja, hogy jó, akkor legyen ez. De azt érzed azt, hogy ez nem a belső döntése, tehát ez nem ér semmit. Uh-huh. Ez a kis példát gyakran felhozom, és talán már ebben a műsorban is beszéltünk róla, hogy megy az anyuka a gyermekével a buszon, és kinézegetnek, és tetszik neki a táj, minden. És akkor az anya elképp felszabadul két hely, eleül az anya, és hát azt szeretné, hogy ő is biztonságban legyen, és akarja le. De akkor nem látok ki, anya. De ülj le, mert a biztonság, de nem látok, de ülj le, de nem látok, jó kis. És hát ugye ott nem lehet nagy jelentet rendezni, anya lehúzza a gyereket, megül a szélén, nagy mérgesen odaszól anyának, de vedd tudomásul, hogy én belül még mindig állok. És ez nem döntés. Ez nem döntés. Tehát ez csak egy valami, ami most én toltam abba bele. Ez nem elég. Tehát a reakció végén az nem elég. Akkor nézzük meg, hogy mit kell tulajdonképpen belül elvégezni. Ugye itt van ez az első lépcsőfok, mindjárt az észlelés. Mi az, hogy észlelés? Hát nagyon nem mindegy, hogy a körülöttünk lévő ingereket, itt rengeteg ingerről beszélünk, ma meg különösen is egy nagyon gazdag ingervilágról beszélünk, egy talán túl gazdagról, minden szinten, tehát szellemi ingerek, belső ingerek, külső ingerek, tehát a forgalom, a kinézet, a szín, az íz, a mozgások, a hírek, az álhírek, egy másik személy, 10 másik személy, 1000 másik személy, virtuális ingerek, álmok, belső ingerek, vágyak, kísértések, tehát ami, ez mind inger. Nos, ember nincs, nem csak ma, régen se. Olyan, aki ebben az inger halmazban könnyen eligazodik, és magától automatikusan jól dönt, vagy szűr ezekből. Mert ugye a döntés csak abból következik, abból az ingerből, amit észleltem. Vigyázat!
Tehát itt jönnek ingerek, és van, amit észre se veszek, akkor nem lesz abból saját döntésem. Pici példa, azt mondom, hazaértem, kormos a kezem. Itt volt egy inger, egy korom, egy valami, észre se vettem, és érintkezésbe léptem vele, de nem tudtam, hol lett kormos a kezem, minden. És történnek ilyen döntéseink, hogy mibe mentem bele. Én nem is észleltem ezért, és itt az első lépés. Egy bizonyos észlelési szűrőre szükségünk van. Észlelési szűrőre mindenkinek. Mert mindenkinek annyira sok ez az inger, hogy tulajdonképpen meg kell tanulni válogatni, hogy mire figyelek oda, és mire nem. Ez egy ilyen szelektív koncentrációnak is nevezik, egyébként a tanulásban is szükséges, mindenhol szükséges, ugye? De mégis ezt tanulni kell, ez egy készség. Tehát, hogyan tanítjuk? Hát tulajdonképpen a tapasztalat, és ott is volt ugye rögtön már a felsorolásban is, a tapasztalatokon keresztül, vezetéssel, itt vezető nélkül nem boldogulunk, vezetéssel, mert ugye a vezető mutat arra rá, hogy ez fontos, ez nem fontos, ezzel nem foglalkozunk. Most itt jön valaki, és itt hisztizik, neki nem foglalkozom vele, ez nem az én harcom. Jó, kézé. Jön egy pletyka, nem foglalkozom vele. Ott van az a Szokratész szűrő, nem tudom, talán a haragkezeléssel kapcsolatban már emlegettük Szokratész szűrőjét, amikor ugye jön haza a társa a piacról, és mondja, hogy hú, Szokratész, hallottad, hogy mit hallottam Diogenészről? És akkor azt mondja, hogy na várjál csak, mielőtt a hármas szűrőn átmész, addig még nem mondjál semmit. Hármas szűrő, kérdi a tanítvány. Igen, igen, folytatta a mester. Az első az igazság. Teljesen biztos vagy benne, ahogy amit hallottál, az igaz. Ó, nem, nem, csak a piacon hallottam. Na jó, akkor menjünk a második szűrőre. Jó az, amit akarsz mondani, jaj, dehogy, majd meghallod, jaj. Jó, akkor azt mondja, még mindig van egy esélyed, hogy átmész a hármas szűrőn. Valamit használ nekem az, amit el akarsz mondani? Nem, nem, már csak úgy érdekes. És akkor azt mondja, te, ha nem is biztos, hogy igaz, ha nem is jó, és senkinek nem is használ, akkor miért kellene akármit is elmondanod? És ezt a szűrőt bizony nagyon jó lenne már is beépíteni, hogy amikor feltételezzük, hogy azt mondták, hogy hát ha, tehát ezt felejtsd el, mert annyi rengeteg ingerrel kell mégis döntést hoznod, ami hát lehet, hogy tényleg előbbre való. Tehát először például egy ilyen szűrő. De az is például egy nagy szűrő gyerekeknél biztos, hogy hasznos, hogy megmutatjuk azt, hogy nem mindig ami kiabál. Tehát nézzünk mögé, menjünk el kirándulni, nézzük meg, mi van az avar alatt. Nézzük meg, mi van a fa mögött. Nézzük meg, hogy jaj, ez milyen aranyosan kibújt, hogyan kellett áttörni azt a kemény földet is. Tehát észrevenni a kis jeleket. Na most, hogyha ezt nem gyakoroljuk, ezt a szűrőbeépítést, akkor is beépül valami, mert kénytelenek vagyunk valamit szűrni, mert rengeteg ez a dolog. És ezt önkéntelenül is, akkor hát nagyon sokan állnak sorba azért, hogy szűrőket építsenek belénk. Ezt vedd észre, ez a divatos, ez a jó, ezt kell gondolni, ezt kell fütyülni. Ez megy ma a világban. Ez megy. Tehát szűrőket építenek be, de egyébként nagyon különös, nagyon szeretem azt, hogy gyerekeknél, hát önkéntelenül is egyébként a szülő az egy elsődleges szűrő mindenképpen. Igen. Hál' Istennek, meg nem tudom. Szóval, és akkor jönnek, és azt mondja, hú, ezt nem mondd meg apának, mert erre harap. Na itt ez a gyerek kiismerte az apjának az észlelési szűrőjét. Hú, ezt anyától kérdezzük meg, mert ő biztos meg fogja engedni. Itt ismeri az anyának az észlelési szűrőjét. Tehát látja azt, hogy anyának mi a fontos, mi a lehetséges, apánál mi, tehát önkéntelenül is belépül. És nagyon sokszor elméletben vannak olyan nagyon szép elméleti szűrőink, hogy jaj, nem, minket nem érdekel a jegy, minket nem érdekel a teljesítmény, semmi nem érdekel. Mi az első kérdése, amikor belép? Hányas kaptál, fiam? Írtatok, fiam? Hányas lett? Hány pont lett? Itt az észlelési szűrő a teljesítmény. Ezt nem lehet letagadni, hiába vallunk más elveket. Ugyanígy, hogy nem, minket nem érdekel a pénz, nem, nem, nem érdekel a pénz. Megyünk, jaj, ezt megveszünk, mert most kettőt lehet kapni, elég olcsó. Jaj, ezt nem veszünk, mert ez nagyon drága. Jaj, oda elmegyünk nyaralni, nem tudjuk, hol van, de nagyon olcsón lehet oda menni. A repjegy is csak 2000 forint. Érted? Tehát egyszerűen itt a pénz a szűrő. Tehát észlelési szűrőket beépíteni. Volt egy nagyon-nagyon különös kísérlet. Hát ezt fel is idézem, mert nagyon, nagyon érdekes ez a kísérlet. Pont az észlelési szűrőt vizsgálták.
már egy washingtoni metróállomáson, azt hiszem, ezt még nem is meséltem el. Hideg januári reggel volt, amikor egy ember megállt egy forgalmas washingtoni metróállomáson, és hegedülni kezdett. 6 Bach darabot játszott, összesen 45 percen keresztül. Ez alatt az idő alatt több mint 1000 ember fordult meg az állomáson, legtöbben a munkájukra mentek. 3 perc múlva egy középkorú férfi észrevette a zenészt, lelassított, meg is állt, de tovább sietett. 1 perccel később a hegedűs megkapta az első 1 dollárosát. Egy nő dobta bele a hegedűtokba, de anélkül, hogy megállt volna. Néhány perccel később valaki a falhoz támaszkodva elkezdett zenét hallgatni, de ő is tovább sietett. Legjobban egy 3 éves kisfiú figyelt fel a zenére, de anyukája kézen fogva tovább húzta. Más gyerekeket ugyanígy. A 45 perces előadás alatt csak 6 ember állt meg zenét hallgatni, nagyjából 20-an adtak pénzt, de közben lese lassítottak. Összesen 32 dollár gyűlt össze. Amikor vége lett a zenének és elcsendesedett az állomás, senki nem vette észre a változást. Senki nem tapsolt, senki nem gratulált. A járókelők nem tudták, hogy a világ egyik leghíresebb hegedűművésze, Joshua Bell játszotta a zenetörténet legnehezebb darabjait, 3,5 millió dollár értékű Stradivárián. A művész 2 nappal a metróállomás beli előadás előtt egy teltházas bostoni színházban lépett fel, ahol a jegyek legkevesebb 100 dollárba kerültek. Most nagyon érdekes, és tényleg hát természetesen mondhatjuk azt, hogy jó, hát alkalmatlan időben, alkalmatlan helyen, minden igaz. Jó. De ha ott lett volna egy észlelési szűrő vezető, egy plakát, figyelem, Joshua Bell, csak neked, csak most, Hummer, Hammer, Ízémes, Stradivári, jaj, ott olyan tumultus lett volna alkalmatlan helyen, alkalmatlan időben, hogy azt nem lehetett volna áthozni, mert mindenki megállt volna, jaj, egy autogram, és a szülők is, jaj, figyeled, kisfiam, ez szép, miért akkor nem volt szép? Az észlelési szűrője jobban hallgatott a vezetésre, mint a, nem volt meg a belső szűrője. Sietek, megyek, alkalmatlan, figyelj csak, ez szép. És tulajdonképpen ez a nagy különbség, hogy lesz-e belső szűrőnk egyáltalán erre a nagyon sok információval szemben, amikor meglépjük ezt a szintet, hogy igen, erre oda kell figyelni. Erre oda kell figyelni. Mert, és itt mindjárt ennek az első lépésnek, ugye ez nem látszik a felszínről, csak azzal a ténnyel kapcsolatban fogok tudni bármilyen döntést hozni, amit észleltem. Hát ezért akkor óriási szerepe van a szülőknek. Nagyon nagy. Akkor a szülőket kéne először tanítani erre? Biztos. Uh-huh. És hogyha ez nem történt meg a családban, bár mondom, akkor is egy ilyen önkéntelen van, ami meg fog történni, ugye? Igen. Ha ez nem történik meg, ott van a következő óvoda, iskola. Már is. Tehát mire figyelünk? Mi az, ami fontos? Mi az, amit értékelünk? Ugye itt még egy következő, erről majd máskor. De ennek is nagyon nagy szerepe van. Hogy mit emelünk ki? Pontosan azok a kicsi gesztusok, ugye? Hogy a folyosón mire figyelünk fel, és mi az, amit elengedünk? Vagy hogy hogyan viselkednek egymással, nem tudom én, a tanárok, a felnőttjeik, akik mintát adnak. Tehát ez az észlelési szűrő. Nagyon különös még, Placid atya, ugye talán többeknek ismerős Placid atya élete, ugye gulág. Na most hát nem egy sétagalop. És ő azt mondta, hogy a túléléshez 4 szabályt állítottak fel, tehát ezt minden beszédébe, aki beüti Placid atya, meg fogja találni, hogy ők 4 túlélési szabályt állítottak fel, és amiért különös, ebből 2 észlelési szűrő. Az első azt mondja, hogy ne panaszkodj. Ez a legelső szabálya. Mert a panaszkodással a szenvedést nem szabad dramatizálni, mert nem szabad panaszkodni, mert attól gyengébb lesz az ember. Tehát ez már egy szűrő, nem azt mondta, hogy nincs szenvedés, hanem azt mondta, ha észlelsz egy szenvedést, akkor ne dramatizáld. Na, hol vagyunk ma? Tehát csak dramatizálunk, de tényleg. Semmi mást. De tényleg. Van egy hír, akkor nem tudom én, jön egy eső, lecsap a vihar. Soha nem látott, mit tudom én, jó. 2 fog hűlés várható. Tehát nagyon erőteljesen, de ettől, ezt most már az élettan is megmutatja, élettani kutatások, hogy amikor panaszkodunk, egy olyan kémiai minden reakció talán, vagy egyáltalán egy történés van a testünkben,
mint amikor fáradunk, tehát mint amikor fizikailag kifáradunk. Tehát tényleg nagyon jól észrevette Placid atya, hát azért a gulágon nem volt mindegy, hogy még gyengébb leszel-e, mint amúgy is vagy. Tehát ne panaszkodj, mert ettől legyengülsz. Tehát nem egy ilyen szent, nem tudom micsodába, mert akkor, na. Szóval ez például ez. Hát eszembe jut, hogy a Biblia meg azt mondja, hogy minden nap hálát adjatok. Jó, valamiért. Abszolút. Ezért csinálták ott a második szabály, hogy vedd észre az örömet, de az apró igen. örömöket. Igen. Most erre az ember megáll a gulágon, ne haragudj. Érted? És tudtak nem a gulágon. Nem ők voltak azok, bocsánat, akik minden nap úrvacsoráztak valamire. De. Ez is óriási volt. Igen, szóval észrevette azt, hogy mire tudok támaszkodni, igen. de ehhez kell az észlelési szűrő ebben, ebben a hatalmas valamiben. És negatív azt mondja, környezetben. Így van. Vedd észre azokat, és csináltak például örömolimpiát rendeztek, de gulágon. Igen, tehát itt tényleg. Mindig bele kell menni örömolimpiát. És akkor azt mondja az ember, az egyik, mondja, összeálltunk 6-an, 8-an, uh-huh. hogy örömöket találjunk, úgy játszottuk, mint a gyerekek. Elhatároztuk, hogy most azt fogjuk figyelni, hogy mennyi apró öröm ér a nap folyamán. Aztán este a vacsora előtt újra összejövünk, és aki többet tud elmondani, több apró kis örömöt, az lesz a Jani, az lesz a győztes. Mint az olimpián. Jött később a második forduló, ahol az előbbi győztesek versenyeztek, aztán a harmadikban lett olimpiai győztesünk, és ezt sokszor megcsináltuk. Egyszer volt olyan olimpiai győztesünk, hogy egy nap 17 apró örömöt mondott el. Azt mondta, hogy gyerekek, én ma nem tudtam szenvedni. Megkérdeztük, hogy miért. Azt mondta, mert ugye örökké lesni kellett az apró örömöket, és örökké mondogatni is kellett, hogy el tudja este majd a mind a 17-et mondani. Hmm. Tehát ez volt a második szabályuk, az örömöket észrevenni, keresni kell, csak úgy tud életben maradni az ember. Tehát észlelési szűrő. Hmm. És tényleg azt mondom, hogy ma, amikor tényleg az tulajdonképpen divattá vált mindent egy kicsit leszólni, mindenbe egy kicsit egy kis negatívumot, mert hogy én majd akkor így kitűnik, hogy értek hozzá. Tehát most mind jajogtok, de hát én látom ezt. És tényleg, ha kell, ha nem, hozzáfűzünk egy negatívat, tehát megengedünk magunknak. Nagyon nagy baj, mert ez egy negatív észlelési szűrőt fog beépíteni, és az nagyon gyenginti a döntés képességnek a kis talaját, tehát azt a belső talaját. És ezért még valami gyengíti, azt még érdemes itt elmondani, hogy mi segíti ezt a szűrést és az észlelést. Tulajdonképpen a megállás és a kicsit a soknak a visszavétele. Tehát a sok élmény, a sok benyomás, a sok program, a sok játék, a sok szín, a sok íz, a sok ember, az egyszerűen egy olyan szokást teremt, hogy jönnek, és csak átmennek rajtam. Tehát túl sok. Túl sok. Igen. Túl sok. Mindenből. Nem tudunk megállni, nem tudjuk észrevenni, és egyszerűen nem tudunk ezekkel kapcsolatban döntést hozni. Mert megszokjuk azt, hogy jön egy inger, és csak átfolyik rajtam. Tehát nem észlelem, nem, mint a korom. Jött, ment. Van is egy aranyos kis svéd gyerekvers, azt mondja, hogy bélyeget gyűjtöttem. Egyszer papa hozott egy zsákkal, azóta nem gyűjtök bélyeget. Nem érdekel. Nem érdekel. És ezt például úgy is tudjuk, egy kicsi ilyen kis iránytű, az elidőzés. Legalább este. Üljünk össze, kicsi beszélgetés, imádság, hálaadás, bármi, valami, amikor segítünk a gyerek, ezt például szokássá tenni, hogy segítünk észrevenni, hogyha el is galopposztál napközben ezer eseményen is, emberen is, benyomáson és mindenféle információn, nézzük meg és válogassuk ki, mi volt ebből jó. Mi volt ebből olyan, amiért hálát adhatsz? Mi volt ebből, amit megörvendezhetünk? De ez csak akkor megy, ha megállunk. Tehát nem egy másképp. Tehát itt az elidőzés egy nagyon jó eszköz. Na jó, akkor azt mondjuk, hogy jött a sok inger, észleltük valahogy, mondjuk segítjük ezt az észlelést, ez egy nagyon nagy feladat, hosszantartó feladat. Tehát azt mondom, hogy szemlélet két nap alatt elsajátítani, csinálni, mint az érzelmi intelligencia sok területén. Jó. Mondjuk észleltük, mondjuk megvan egy jó kis szűrőnk, mire figyelünk oda, mire nem, jó. És akkor jön egy értékelés, még egy lépcső. Az észlelést, ugye, amikor megálltunk, egy kicsit értékeljük. Jó? Rossz? Fáj? Nem fáj? Hülyeség? Találkoztam már ilyennel? Nem találkoztam? Fontos nekem? Befolyásol engem? Kell döntenem? Vagy el kell engednem? Tehát ez az értékelés. Ezt is tanuljuk. Sokat beszélgetünk. Sajnálom, itt megint a beszélgetés. Sokat beszélgetünk gyerekekkel is. Hogy is volt? Mit gondolsz erről? Vagy látják? Nagyon fontos.
látják a szüleiket, ezeket a dilemmákat kicsit megbeszélni. Hogy nem azt látják egyébként, a gyerekek sokszor gondolják azt, hogy a felnőttek, úgyis mindig azt csinálnak, amit akarnak, jaj, de jó, mindenféle. De meg kellene azt látni, hogy nekem is sokszor mérlegelnem kell a rossz és a rosszabb között, a jó és a jobb között. A fontos és a sürgős között, vagy a valami, hogy ez nem magától értetődő. Tehát ezeket értékelni kell. A lelkiismeretet be kell vonni. És itt nem csak ugye, mert van a logikai értékelés, minek mi a hatása, de ezt se szokták. Ugye, uh-huh. Mi a következménye? Ha. Jó, ezeket is így megnézeket, hogy nézd, ez ettől van. Ha ott elmaradt volna, stb. Stb. Tehát egyszerűen, hogy a dolgoknak van előzménye, következménye, ezekkel lehet számolni, ezeket át kell nézni, jó. És hangulatilag is értékelünk. Tehát, hogy tényleg én ehhez hogy állok hozzá, vagy hogy kellene hozzáállnom, ugye? Hogy eleinte felmerül az, hogy fúj, de mégiscsak nem fúj, tehát nem kéne ez? Jó. Tehát értékelgetünk, beszélgetünk, mérlegelünk, egy kicsit lelkiismeretet bekapcsoljuk, ugye? Van-e dolgom vele, vagy el kell engednem? Ez már akkor a belső észlelés? Belső, bizony. Uh-huh. Igen. Tehát amiket észleltünk, ahol megálltunk, ahol volt egy tény, ahol igen, és ezzel szembesülök, de ez még mind belül történik. Mind belül történik, igen. Lelkiismeretet, bekapcsoltam, azt mondom, igen, ezzel kapcsolatban nekem döntést kell hoznom. Húhozom is, én ezt soha nem fogom így csinálni. Én holnaptól fogyókúrázok. Én nem tudom, én majd leteszek egy nyelvvizsgát. Én nem szólok vissza többet így a feleségemnek. Én a gyerekem... Ez egy elhatározás. Ez egy belső, ez még nem döntés. Tehát itt jön a következő fokozat, hogy ez egy akarati elhatározás. De nagyon fontos ezt meglátni, hogy ezt annyira védeni kell, annyira iskolázni kell, mert legtöbbször, főleg az okos emberek egyébként itt nagyon-nagyon közbelép az, amikor meg kéne tenni, akkor meg tudom magyarázni, hogy mégis nem. Tehát nem én, miért pont én, miért pont most, miért pont így, mások se így csinálják, végül is nem mondta senki, nincs benne a munkaköri leírásomban, ezért nem fogok még kikapni, azért meg több pénzt fizetnék, tehát ezerféle dologért tulajdonképpen a saját elhatározásomat elengedem. Uh-huh. Megint döntésképtelenség, és ez még megint belül zajlott. Uh-huh. Tehát azt nevezzük csak igazán döntésnek, amelyik a legalább a belátható következményekkel számol, legalább. Tehát ezt a gyerekek is már megtudják. Nem írtad meg a házi feladatát, ennek ez a következménye. Uh-huh. Nem érünk oda, akkor elkésünk. Ha elfelejtetted bepakolni a tornazsákodat, nem visszük utánad, akkor nem lesz ott, és ezzel szembenézel, és egy kicsit kínos lesz, és nem tudom mi. És a többi, tehát kellenek a következmények mindenképpen, de a felnőtt döntés, az érett ember döntése, a nagy dolgokban való döntés, az még a beláthatatlan következményeket is, hogy úgy mondja, vállalja, ilyen a házasság. Tehát ott egy számtalan, beláthatatlan következményt vállalunk. És nagyon sokszor ezért nem történnek meg, tehát nem lépnek arré párkapcsolatok, mert jaj, mi lesz akkor, ha változom, nem tudom ezt megígérni, nem tudom. Én nekem több ilyen nagyon-nagyon kedves barátunk van, fiatalok, akik nem mernek előre lépni, és hogy úgy mondjam, be is zápul a kapcsolat, mert ott toporognak ezzel a... Tehát helyben jár. Tehát nincs egy... Hogy indulunk. Tehát valami lesz, és indulunk, és majd ahhoz alkalmazkodunk. Senki nem látja a következő sarkot. Semmelyikünk. Hogy mi lesz, ha beteg leszel, ha mi lesz, ha beteg leszek, mi az, hogyha öregedünk, mi az, hogyha... Ez benne van a fogadalomban, csak abszolút. Nem gondoljuk át. Igen, vagy nem mer rálépni, uh-huh. hogy ilyen fogadalmat nem mer dönt, ez egy igen. döntés. Tehát azt mondom, hogy úgy döntés, hogy a beláthatatlan következményekkel együtt vállalom. Nagyon sokszor látja a fogadalomba ezt a dolgot, és azért nem lép rá. De nem veszi észre, hogy akkor tulajdonképpen azt dönti, hogy nem dönt, és ezzel alássa a kapcsolatot, mert az a kapcsolat nem fogja kibírni, hogy helyben járunk. Uh-huh. Tehát növekedni kell. Tehát növekedni kell, és abban nincsen benne az, hogy hát ha lehet, akkor visszalépünk. És ebben a helyzetben azt mondom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy tehát a következmények, tehát addig a következmény vállalásaival van egy nagyon aranyos kis, hát ez is talán ilyen vicc, hogy a szerelmesek, ugye el kell válni, el kell menni dolgozni valahova, nem tudom én, a Pistinek, és hát nagyon hiányzik neki a Mari, és írnak egy levelet, hogy édes Marikám, most vettem észre, hogy te mennyire hiányzol nekem, tehát hogyha hazajövök, te lehozom a csillagokat, kimerem a tengert, a mindent csinálok, jaj, te is annyira vágyakozom már, stb. Ölellek szeretettel a te Pistád. Utóirat, kedden, ha nem esik, jövök.
Szóval ez. Igen. Tehát ez a következmények vállalásával, és akkor most kerülünk oda, hogy a következmények vállalásával azt mondom, hogy na most, ezt döntöttem, A vagy B. És akkor ez még csak az első lépés volt, hogy tényleg belülről döntöttem. Most a nagyon fontos, hogy ezt a belső mozgást, ezt nagyon sokszor járjuk végig. Mert csak ennek a végén van saját döntés. Tehát alapelv, dönteni csak döntve tanulunk meg. Hát nagyon nagy alapelv. Szeretni csak szeretve, úszni csak úszva, biciklizni csak biciklizve. Érted? Tehát akkor mi az eszköz? Rengetegszer kicsi döntéseket is már gyerekkortól kezdve meghozni, de olyat, amit ő meghozhat, tehát ami az ő felelőssége lehet, és a következményekkel együtt nagyon sokat. És mindig megkérdezni az apró döntéseknél, hogy miért. Ez nagyon klassz kis dolog. Beszélgetünk? Jó, azt gondoltam, hogy fagyit kérek, mit tudom én, csoki fagyit kérek. Megkérdezed, miért csoki fagyit? Ja, nem. Azért, mert a Pisti is. Ez még nem annyira. Szóval miért? Azért, hogy tényleg azt szokja meg, az legyen a szokása, hogy nem azért döntök, mert a többiek is, nem azért döntök, mert nem tudom miért, hanem mindig belülről döntök. Meg tudom magyarázni, hogy miért. Nagyon sok felnőtt nem tudja a komoly, nagy döntéseit sem megmagyarázni, hogy miért. Talán én nem folytassuk, mert lejárt a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönöm, és hogy ez lenni szokott már Ritával, amikor beszélgetünk egy témáról, soha nem tudjuk befejezni egy műsoridő alatt. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Ha érdekli önöket a folytatás, kövessenek bennünket. Isten áldjon önöket, viszontlátásra!